Pfizer vakcinával oltják az oltásra jelentkezőket január 14-én pénteken délután egy szőnyi házi orvosi rendelőben. Minden házi orvosnak legalább egy januári hétvégén biztosítania kell az oltások beadását. Vagyis egy pénteki napon 14 és 18 óra között, illetve egy szombati napon 10 és 18 óra között rendelkezésre kell állniuk. Ezzel kapcsolatban értesíteni kell a pácienseket. Komáromváros honlapján szerepelnek ezek az oltási hétvégék. Nyilván mi itt komáromi háziorvosok felosztottuk egymás között, hogy nem mindenki ugyanazon a hétvégén oltson, hanem oltópontként működve legyen lehetőség arra, hogy ne csak a saját praxisunkba tartozó paciensek, hanem az egész városból jöhessenek hozzánk oltakozni. Mi is így hirdettük ezt a mai, illetve holnapi lehetőséget meg. Ahogy országosan, Komáromban is emelkedik a koronavírus fertőzöttek száma. A megbetegedések egyértelműen az Omikron variánsnak tudhatók be, mondta Kreft Horváth Lóránd. Látható, hogy az, akinek nincs oltása, az nagyon komoly helyzetbe kerülhet, tehát ott a súlyos szövődmények inkább náluk jellemzőek. Természetesen 2-3 oltásra is el lehet kapni, de egy enyhe torokkaparás, vagy egy náthaszerű betegség általában meg lehet úszni. Azt is látni kell, hogy a delta variánsnak abszolút a leszágoló ágában vagyunk. Itt inkább már azokkal van több tennivalónk, akik szövődményesek lettek. Tehát a delta nagyon sok tüdőgyulladást csinált, sokszor észrevétlenül alattomosan, tehát már csak azt vette észre a páciens, hogy igaz, hogy láza nem volt, meg enyhén kölgött, de nehezen légzett, nehezen ment fel az emeletre, és akkor a mellkasröngen kimutatta, hogy valóban ott a Covid okozta tüdőgyulladás. Úgyhogy úgy kell elkezdeni, hogy ölelkezve jelent meg. A delta leszálló ágába kapcsolódott be az Omikron felszálló ága, és akkor még mellette megjelent az influenza vírus is, úgyhogy azt hiszem, hogy most kapkodhattuk a fejünket az elmúlt napokban, hetekben, és meg ez így lesz legalább 2-3 hétig. Azt gondolom, ha még valaki még nem oltotta magát influenzán, még mindig van oltanyunk, tehát még talán mindig nincs későn, mert ennek az influenza fertőzéseknek a száma is növekedni fog az elkövetkező hetekben. Tehát itt lesz a nehéz a dolgunk, hogy nem csak a Covid-dal fogunk küzdeni, hanem az influenzával is együtt. Kreft Horváth Lóránd hozzátette, azt javasolják, hogy az influenza és a koronavírus elleni vakcina beadása között legalább 2 hét teljen el. Komáromban a házi orvosi rendelők a rendelési idő utolsó óráját mindig a Covid gyanús légúti fertőzéses eseteknek tartják fent, melyre időpontot kell kérni. A pácienseket ingyenesen letesztelik, majd a teszteredmény alapján folytatják tovább az ellátásukat.